értéket adunk az időnek. Bicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves tévénézők, lehet, hogy már végeztek is keresztutat ebben az idei nagybőjtben, akár otthon csak a Szentírást vagy imakönyvet lapozgatva, fölelevenítve Jézus szenvedés történetét, akár a templomban, vagy egy zarándok helyen, ahová eljutottak. Folytassuk ezt olyan értelemben is, hogy vagy valóban vegyük a kezünkbe ezekben a Szent Napokban a Bibliát, és akár melyik evangéliumból, de olvasgassuk Jézus szenvedés történetét, a keresztutat, vagy ha lehet, akkor jussunk el templomba, mert a közösségben való ima az mindig egy még nagyobb élmény és most elmékedésünket a keresztútról azzal folytassuk, hogy ahogy már említettem, tulajdonképpen a keresztút imádságnak mindig kettős célja van. Úgy mondhatom, mind a 14 stációnál két komponensből, két részből áll össze az imádság, az imádságos lelkületben való ott lét. Az egyik föleleveníteni mi is történt, a másik, hogy arról mi jut nekem eszembe, hogyan is asszociálhatok arra, hogy én most bekapcsolódhatok ebbe a bizonyos keresztútba, amelyet Jézus járt. Most a mai napon a mi is történt kérdésre próbáljunk választ kapni. Meg kell, hogy állapítsuk, a 14 stáció nem mindegyike szerepel a Bibliában. Tehát nem olvashatunk például, hogy rögtön egyet kiemeljek a többi közül Veronikáról. Nincs benne a Szentírásban. Az, amit a hatodik stációnál emlegetünk, hogy egy asszony, egy Jámbor asszony, ahogy az egyik szép énekünk mondja, siet Jézushoz, és kendőjével megtörli az arcát, vagy odanyújt egy kendőt, hogy az a Jézus veretékes, szennyes arcát törölje meg. És tudjuk ennek a történetnek a, a végét. Úgy kapja vissza Veronika a kendőt, hogy azon Jézus arcának a lenyomata marad rajta. Nos, nincs rajta, nincs benne a Szentírásban. De tudjuk, hogy ezek a Bibliában nem szereplő történetek is elképzelhető, hogy valóban lejátszottak, megtörténtek, vagy legalábbis komoly okunk van rá, hogy, hogy elgondolkozzunk egy ilyen szituáción, ami vagy megtörtént, vagy nem. Egy biztos arra figyelmeztet bennünket, hogy segítenünk kell Krisztus misztikus testének, a szenvedő embertársunknak is a keresztút járás kapcsán elképzelt történetet, már nem Jeruzsálemben, hanem a saját életünkben lejátszva. De hát vegyük csak sorra, mi is az, ami a Bibliából ismert? Hát természetesen tudjuk, ismerjük a történetet, hogy éjszaka a getsemani kertben letartóztatják Jézust, és Poncius Pilátushoz jut, de Kaifás és a kihallgatók egyike, másika is jelen van, Heródes is beszámol arról, hogy ő is jó lenne, ha tudná, ki is ez a Jézus egyáltalán, és ennek köszönhetően végül is hajnalban, vagy kora reggel már megszületik az elítélés. Ennek a helyszínét is jól tudjuk, ismerjük, ma is megvan egészen egyértelműen beazonosítható Jeruzsálemben. Az első stáció tehát biblikus stáció, így mondhatom, és ez szorosan kötődik a második. Jézus vállára veszi a keresztet. Hadd meséljem el, hogy egy jó barátom egyszer készített egy stáció sorozatot, és Laci barátom, és meglepte az embereket, amikor ezt a második stációt, úgy tudta megfesteni, úgy készítette el, hogy Jézus arca abszolút derűs. Nem egy szenvedő arc, bár véres, megkínzott arc, de mégis valami olyan boldogság is látható rajta, hogy az, az szinte hihetetlen. Pedig, ha belegondolunk, hát ezért jött Jézus, ezért vállalta az emberi sorsot, 33 évvel ezt megelőzően, és ezért valamiféle belső béke, valami végtelen az atya iránti hála is eltölthette ő, az ő szívét, lelkét. Például jártam Patraszban, ahol Szent András apostolt kivégezték Görögország területén van ez a város, és ott láttam egy hasonló koncepciót, éppen András apostol veszi fel a vállára úgymond azt az X alakú András keresztet, és kifejezetten mosoly ül az arcán. Örömmel veszi át az elítélőtől, a pribéktől a keresztet. No, a második stációnál bizony erre a pillanatra gondolhatunk. Utána már egy elesésre gondolunk, a harmadik stáció ezt juttatja eszünkbe. Itt megint azt mondom, a Biblia nem írja, hogy elesett, vagy pláne, hogy hányszor esett el Jézus. De például a torinoi halotti leplen lévő lenyomatokból tudhatjuk, hogy biztos, hogy nem is egyszer zuhant a földre. Talán úgy, ahogy el lehet képzelni, egyre inkább, egyre inkább elgyengülve zuhan a földre, talán először csak téldre bukik, aztán már tényleg teljes testével a földre zuhan, és ki tudja, harmadik esetben már lehet, hogy egy kicsit meg is pihen azon a földön, és legszívesebben már nem állna föl, de hát mégiscsak újra és újra fel kell, hogy álljon és folytatnia kell ezt az utat, hogy fölvigye a keresztet a csúcsra. A negyedik stáció a Máriával való találkozás. Hát kérem szépen, nincs benne a Szentírásban. Mégis, mivel a kereszt tövében ott állt Mária és János, ez már benne van a János féle evangéliumban, szenvedéstörténetben, passióban, így biztos, hogy Jézus valóban láthatta az őt kísérők között Máriát, és Mária amennyire lehetett talán közel igyekezett férkőzni Jézushoz, hogy legalább a tekintetük egymásba kapaszkodjon. Nem tudjuk, milyen napja volt akkor reggel Máriának, tudta -e benne volt -e a levegőbe és benne volt -e az ő tudatában, hogy mi vár rá ezen a pénteken, és mi vár az ő szent fiára, hogy nekik ilyen helyzetben kell találkozniuk, és neki kell elsősorban megvalósítani a hitből faló földolgozását, ennek a kitaszítottságnak, ennek a teljes megalázásnak, hogy mindenkor azt mondhassuk, hogy ő nem esett össze ahogy az ősi <coughs> szép ima és ének mondja, Stabat Mater, állt az anya. Na erre emlékeztet a negyedik. Az ötödik, Cirenei Simon, benne van a Bibliába, ment hazafelé, tudjuk a Szántóföldről talán, még a fiai nevét, Rufuszt és Sándort is ismerjük a leírásból, amikor meglátja ezt a szerencsétlen embert, aki számára egy ismeretlen ember, és talán először tiltakozna is legszívesebben, hogy részt vegyen aktívan ennek a keresztnek a Golgotára cipelésében. De ahogy el tudjuk képzelni, így lehetett, hogy meghatotta őt az, ahogy ez a teljesen ártatlan és szeretetet sugázzó ember tekintetével átölelte őt, hogy ő aztán képes legyen átölelni a keresztet. És így viszik talán innen az ötödik stációtól már a Golgotha a csúcsáig, ketten együtt a keresztfát. A mindenkori emberrel, a mindenkori részvétet kinyilvánító emberrel. Így jutunk a hatodik stációhoz, amikor is egy igazi képet kap Veronika. Jézus igazi arcát. És ez megint elgondolkodtat bennünket, vajon mi mennyire mutatunk be igazi, Jézus arcot a világnak. Vajon Jézus a misztikus teste, az Anya úgy mondhatom Jézus utóélete, földi, földön eltöltött 33 éve utáni élete, mennyire hiteles. Imádkoznunk kell azért, hogy minnyáján, aki Krisztus misztikus testének a tagjai vagyunk, megkeresztelésünktől kezdve, igazán hiteles képet mutassunk a világnak Jézusról. Aztán jön a nyolcadik, hetedik stáció, Jézus második elesése. Miután találkozott három személlyel, ugye Máriával, Cirenei Simonnal és Veronikával, úgy szoktuk elképzelni, hogy, hogy elesik. Megint asszociálni érdekes. Ilyen energiaforrásokkal találkozott, és mégis elesik. Mert sajnos a mi életünkben is így van ez nagyon sokan segítünk egymásnak, és mégis újra és újra megtörténhet, hogy bűnbeesünk, megint ugyanott vagyunk, ahol voltunk egy-egy jónásunk előtt, de ezek a történetek és a harmadik esés is, vagy elsősorban talán az a bizonyos utolsó, kell, hogy ráhangoljon bennünket arra, hogy minket mindig van, aki figyelemmel kísér, és már nem csak emberi erőt ad, hanem az ő Isten erejét is azzal nyúl a hónunk alá lelki értelemben, és emel föl bennünket. A Jámbar Jeruzsálemi asszonyokra emlékeztet a nyolcadik stáció. Magatokat sírassátok, mondja Jézus. És ez is megvan jelölve ez a helyszín nagyjából Jeruzsálemben, ahol ez történhetett. Már aránylag közel a Golgotához, a vesztőhelyhez. Már Jeruzsálem falain kívülre esik talán ez a rész, ahova a síró rívó asszonyok jutnak el. Örök dolog, vajon ki az igazán síratásra, sajnálatra méltó? Az, aki fizikai értelemben szenved, vagy az, akinek a lelke nem egészséges? És erre figyelmezteti ennél a stációnál Jézus az asszonyokat, hogy magatokat és gyermekeiteket sírassátok, mert lám velem ezt teszik, akkor mi lesz veletek? És itt tényleg gyerekekre, a nők szerepére, a világban, a családokon belül, az asszonyoknak a szeretetére kell, hogy gondoljunk és imádkozzunk értük. És persze azért, hogy Jézus segítsen nekik, hogy ő törölje le a könnyeit azoknak a nőknek, akik például elveszítették a magzatukat, vagy éppen nem is tudnak édesanyává lenni, vagy valamikor. El kellett, hogy kísérjék utolsó útjára a gyermekeiket. És óriási feladatot vállalva kell, hogy tovább járják a maguk keresztútját, néha sírva, könnyezve. Harmadik esésről szóltam már, hogy bizony, ha az ember tudná, hogy végre az utolsó botlásomhoz értem. Végre ez a bűn, ami után már fölkelek, elmegyek gyonni, és végre talpra állok, és talpon maradok de sajnos mindig ott a veszély. A kísértés végig kísér bennünket. Ugye maga Jézus végi kísértést szenved a keresztúton, még keresztre feszítve is. Ez már ugye a 11. stáció története, amikor megszólal a bal latron keresztül a gonosz lélek, ugyanaz, mint aki kísértésbe igyekezett vinni őt a pusztai bőtje és imádkozása során, nyilvános működés előtt a 40 napos bőtjében, ha Isten fia vagy, szabadítsd meg magadat és minket is. És Jézus nem engedelmeskedik. Nos, így lehet végig gondolnunk aztán az utolsó stációk minden egyes mozzanatát, amelyekről értesülünk a Bibliában, és amelyek eredményeként mi is Golgotára víve a magunk keresztjét, bízhatunk abban, hogyha a föld mélyére is kerül a Hol testünk, vagy egy krematóriumban elégetik, vagy ki tudja milyen módon materiálisan szinte megszűnik létezni, beteljesedik rajtunk hangzó szerda mondata, emlékez ember, porból vagy és porrá leszel, de lelkünk biztos, hogy örök létű, örök életű. Ezzel a gondolattal vigyük tovább napi keresztjeinket, idei nagybőtünk keresztjeit, és örüljünk, ha lépésről lépésre, lépésre közelebb vagyunk, nem csak földéletünk életünk utolsó napjához, de mennybe érkezésünk első pillanatához is. Szent keresztfa, sírva áldunk. Köszönöm a figyelmüket. Dicsértesék Jézus Krisztus. Búnő TV. Értéket adunk az időnek.